A Vízzene Virág Fesztivál Egyesület, Szabó Szonya, Muzsnai Ákos és a Forrás Rádió mellett a Grundfosta Tabánya férfi kézilabda csapata kapta meg az idei megyei Prima díjak egyikét. Az elismerést a csapat szakmai elnöke, Marosi László vette át a csütörtöki díjkiosztó ünnepségen. Ritkán kap az ember a sportpályán kívüli díjat, tehát nem most arra gondolok ezzel konkrétan, hogy egy mérkőzés után vagy egy bajnokság után valamit elérünk, azt ugye ott meg szoktuk esetleg ünnepelni, de az, hogy nem így direkt a sportpályán egy kitüntetést kapni, ez azt gondolom, hogy tényleg valami különlegesnek számít. Ugye köztudott, hogy egy csapatnak a működéséhez pénzre van szükség, tehát ugye a finanszírozás nagyon nehéz feladat az összes szakmai dolog mellett, és hát ugye ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjunk, ehhez valóban gazdasági társaságokra, olyan cégekre is szükség van, akik segíthetik, illetve segítik is a munkánkat. Ilyen szempontból így kikerülni konkrétan ugye a csarnokunkból és a gazdaság szereplői között elismerést kapni, ez nem csak hogy nagyon szép, hanem fontos is számunkra. A felnőtt csapat vezetőedzője Debre Viktor szerint mindenki büszke a klubnál a Prima díjra, és úgy érzi, az elmúlt években végzett munkájukkal rászolgáltak az elismerésre. Hát úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes díjat kaptunk, úgyhogy elismerték a mi kézlabda csapatunkat. Úgy gondolom, hogy évek óta mondhatnánk azt, hogy Komárom-Esztergom már évet tulajdonképpen egy ilyen csapat vagyunk, és én úgy gondolom, hogy megérdemelt helyre került ez a díj. Talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy egyáltalán ez a csapat van. Tehát a mai világban szerintem egy első osztályú csapat létezése önmagában már egy tényleg nagyon szép dolog. Nagyon régóta ugyanazok a csapatunknak a vezetésében, ugyanazok a szereplőket megtalálhatjuk. Tehát ilyen szerűen erre a stabilitásra, arra a háttérre, aki eddig is segítette a munkát, abszolút büszkék lehetünk, és hát azokra a nézőkre, akik megtisztelik a csapatunkat a jelenlétével, és természetesen azokra is, akik nem jönnek el, de majd bízunk benne, hogy még egynél többen is lehetünk majd a sportcsarnokban, de követik, kísérik legalább interneten, vagy bármilyen médiában, akár ugye itt a televízión keresztül a csapat szereplését. A Grundfosta Tabánya legközelebb november 9-én a címvédő Veszprém otthonában lép pályára a bajnoki mérkőzésen.